Hello, sziasztok, és nagyon szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám vasárnapi napot kívánok mindenkinek. Üdvözlettel Frici, Balatonfüred határából, a Sárga Sáv túra útvonalról. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, akkor folytassunk a sétát itt Balatonfüred környékén, a Sárga Sáv túra útvonalon. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb sétálós videóban. És tulajdonképpen most azt a sétát fogom konkrétan folytatni, amit én az ezt megelőző videómban kezdtem el. De ahhoz, hogy értsétek, hogy én itt tulajdonképpen miről is dumálok, feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videót is. Köszönöm szépen! És az ezt megelőző videómban elkezdtem bejárni újból ezt a Sárgasáv túraútvonalat itt Balatonfüred környékén. És akkor jöjjön hát a folytatás, tartsatok velem Fricivel ebben az újabb sétálós videóban, amit itt rögzítek Balatonfüred környékén, a Sárgasáv túraútvonalon. Tartsatok velem! Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, mi a továbbiabban arrafelé fogunk haladni, mert arrafelé folytatódik a Sárgasáv túraútvonal, de mielőtt folytatnám arrafelé a sétát, megmutatom néktek a közvetlen környezetet, hogy hogy is néz ki. Hát íme, így néz ki a közvetlen környezet, lányok és fiúk, íme, tehát így néz ki a közvetlen környék, és akkor folytatom hamarosan a sétámat ezen a bizonyos Sárgasáv túraútvonalon, itt Balatonfüred környékén. Én az ezt megelőző videómban konkrétan abból az irányból érkeztem, arrafelé van Balatonfüred, de mi a továbbiabban nem arrafelé fogunk haladni, hanem szépen fordulok egy 180 fokot, és folytatom is tovább a sétámat ezen a bizonyos Sárgasáv túraútvonalon, itt Balatonfüred környékén. És akkor mi a továbbiabban arrafelé fogunk haladni. Tartsatok velem Fricivel ebben az újabb sétálós videóban is. Köszönöm szépen! És ahogy láthassátok ezen a felvételen, én már el is indultam, és folytatom is tovább a sétámat ezen a bizonyos Sárgasáv túraútvonalon, itt Balatonfüred környékén. Nos, lányok és fiúk, és akkor haladunk is tovább, hisz ugye az idő nem állt meg, és ezáltal én se fogok megállni, hisz a mai napon beszeretném járni ezt a Sárgasáv túraútvonalat, itt Balatonfüred környékén, úgyhogy lányok és fiúk, tartsatok velem a továbbiabban is, köszönöm szépen. És akkor szépen haladunk is tovább ebben a sétával tulajdonképpen, ezen a bizonyos Sárgasáv túraútvonalon, itt Balatonfüred környékén. Hát valójában én ezt a Sárgasáv túraútvonalat úgy nagyjából 2 évvel ezelőtt már teljes egészében bejártam itt Balatonfüred környékén, és arról is természetesen van videó a csatornámon. Csak ahogy mondottam már az ezt megelőző videómban, azok a videók sajnos nem tökéletesek konkrétan, hisz ott van egy kis hangelcsúszás azokban a videókban, tehát ugye nincs szinkronba a kép a hanggal tulajdonképpen. Hát bízom benne, hogy ebben a videóban, meg már az ezt megelőző videómban is, szinkronba lesz a hang a képpel, és akkor valójából ezért fogom újra bejárni ezt a Sárgasáv túraútvonalat, itt Balatonfüred környékén, hogy kijavítsam azt a hibát, amit ugye az ezt azokban a videókban elvétettem. Sajnos ugye ott azokban a videókban, ahogy mondottam, ott mindvégig hangelcsúszás van, tehát nincs szinkronban a kép a hanggal. Hát bízom benne, hogy ebben a videóban szinkronban van a kép a hanggal. Annál is inkább, mert ugye ezt a videót, amit most rögzítek, illetve amit most láttok, ezt egy 1000 éves okostelefonnal rögzítem. Hát bízom benne, hogy tűrhető a minősége ennek a videónak. Hát ha meg nem tűrhető, hát írjátok meg kommentbe majd, természetesen a komment szekcióban. Úgyhogy lányok és fiúk, és akkor szépen haladunk is tovább ebben a sétával, itt Balatonfüred környékén, ezen a bizonyos
sárgasáv túraútvonalon, aminek a teljesen egyértelmű jelzését meg is tudom mutatni, hiszen itt van, fő van pingálva erre a facsonkra, mi majd a továbbiabban arrafelé fogunk haladni, de ahogy mondottam, most megmutatom néktek a sárgasáv túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzését, íme. Itt látható a sárgasáv túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése. Mi a továbbiabban is ezen a bizonyos sárgasáv túraútvonalon fogunk haladni, itt Balatonfüred környékén. Tartsatok velem Fricivel ebben az újabb sétálós videóban is, köszönöm szépen. És akkor folytatom is tovább a sétámat ezen a bizonyos sárgasáv túraútvonalon, aminek a teljesen egyértelmű jelzése itt látható. És akkor haladunk is tovább ezen a sárgasáv túraútvonalon, itt Balatonfüred környékén. És akkor mi a továbbiabban arrafelé haladunk, mert arrafelé folytatódik ez a bizonyos sárgasáv túraútvonal. És itt nem sokára majd jobbra is kell kanyarodni, mert nem sokára itt majd jobbra kell majd kanyarodnom, hisz már jelzi is a turista jelzés, hogy itt majd jobbra kell nem sokára kanyarodnom. Hát konkrétan annak a fának a törzsére oda van fölpingálva, ott látható a sárga túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése, meg egy nyíl is fölötte, hogy itt jobbra kell menni. Na, jányok és fiúk, és akkor szépen haladunk is tovább ezen a bizonyos sárgasáv túraútvonalon, itt Balatonfüred környékén, és akkor úgy látom, hogy kimegyünk egy jobb minőségű útra, ahogy így elnézem ezen a felvételen, meg itt előttem is. Na, jányok és fiúk, és akkor itt majd szépen csinálunk egy jobbra átot, tehát itt jobbra fogunk menni ezen az úton, tehát a továbbiabban nem arra felé haladunk, mert nem arra felé haladunk a továbbiabban, mert a sárgasáv túraútvonal nem arra felé folytatódik, hanem, megmutatom néktek, ez a bizonyos sárgasáv túraútvonal arra felé folytatódik, és ma továbbiabban arra felé fogunk haladni, tehát konkrétan abba az irányba. És akkor most megmutatom nektek, hogy honnan is jöttünk. Most szépen megmutatom. Íme lányok és fiúk, mi abból az irányból érkeztünk. Arra felé van Balatonfüred, tehát mi abból az irányból jöttünk. És akkor kijöttünk erre a egész jó minőségű erdei útra, amit láthassátok ezen a felvételen. Mi a továbbiabban nem arra felé fogunk haladni, mert nem, hanem fordulok tovább, vagyis fordulok egy 180 fokot, és akkor folytatom is tovább a sétámat ezen a bizonyos sárgasáv túraútvonalon, itt Balatonfüred környékén. Mi a továbbiabban arra felé haladunk, tartsatok velem. Nos, lányok és fiúk, én már folytatom is tovább a sétámat ezen a bizonyos sárgasáv túraútvonalon, itt Balatonfüred környékén, hisz errefelé folytatódik ez a bizonyos sárgasáv túraútvonal, és akkor mi szépen haladunk is tovább ezen a bizonyos sárgasáv túraútvonalon, itt Balatonfüred környékén. Hát amit láthatjátok, egy nagyon jó minőségű kis erdei útra kijöttünk, le van szórva murvával, jó kis murvás erdei út, ami egész jó járható, még szerintem autóval is, ahogy így elnézem ezt az utat. Na, jányok és fiúk, és akkor szépen haladunk tovább ebben a sétával, itt Balatonfüred környékén, a sárga sáv túraútvonalon. Szóval mai napon én ezt beszeretném járni teljes egészében, mert be fogjunk járni, és erről természetesen ugye lesz videó is, hisz most is éppen, hogy nézitek ezt a videót, mert tulajdonképpen ez az a videó, amit ugye rögzítettem, egy 1000 éves okostelefonnal ezúttal, nem akciós sportkamerával. Hát majd kiderül, hogy milyen lesz a minőség, mármint a kép, illetve a hangminőség. De mivel ez egy 1000 éves okostelefon, így hát csodát ne várjunk tőle konkrétan, lányok és fiúk, mert tényleg ez egy 1000 éves okostelefon. Hát valójában ez a telefon, amivel ezt a videót készítem, ez volt a legelső okostelefonom, és ugye még mind máig napig megvan ez a telefon nekem. Hát már nagyon régóta megvan. Hát szerintem már 2006 óta, vagyis 2000
2016 óta megvan ez a telefon már nekem. Igen, 2016, ha jól emlékszem, akkor vettem ezt a telefont, 2016-ban, még 2016-ban, ami ugye 5 évvel ezelőtt volt, tehát ez egy 5 éves okostelefon, amivel ez a videó készül. Hát és ez a telefont valójában én már nem használom, mert nem használom konkrétan a mindennapokban már, hisz vannak okostelefonom, van egy másik okostelefonom, illetve kettő is van, amik ugye modernebbek, és nem olyan, mint ez az öreg okostelefon. Hát ezt valójában azért tartottam meg, ezt az öreg okostelefont, mert ugye ez volt az első okostelefonom, és ugye ezért tartottam meg valójában. Na meg most ugye, ahogy láthassátok, mégiscsak elővettem a fiók mélyéből, és ugye rögzítem vele ezt a videót tulajdonképpen. Tudom, hogy a minősége nem a legjobb, mert tudom, hogy nem a legjobb a minősége, hiszen ez a telefon ez már 5 éves, ez az okos telefon, és tudom, hogy nem valami jó minőségű videókat csinál, de hát én most ugye úgy gondoltam, hogy előveszem egy kicsit, és készítek vele egy pár darab videót ezen a vasárnapi napon, így 2021 májusában. Na, jányok és fiúk, és akkor szépen haladunk is tovább ebben a sétálós videóval, itt Balatonfüred környékén, a sárga sáv túraútvonalon. És akkor szépen haladunk is tovább, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Hát így folytatom tovább a sétámat konkrétan ezen a bizonyos sárga sáv túraútvonalon. Szóval mai napon én ezt mindenképp beszeretném járni ezen a vasárnapi napon, hisz ezen a vasárnapi napon ugye én természetesen pihenőnapos vagyok, amikor ez a videó készült. Úgyhogy lányok és fiúk, haladunk is tovább, és itt látható egy sorompó íme, tehát itt látható egy sorompó, hogy láthassátok ezen a felvételen. És akkor szépen haladunk majd tovább arrafelé, ezen a bizonyos sárgasáv túraútvonalon, mert a sárgasáv túraútvonal konkrétan arrafelé folytatódik, de előbb megmutatom néktek a közvetlen környezetet. Hát íme, így néz ki a közvetlen környezet, lányok és fiúk. Tehát konkrétan így néz ki a közvetlen környék íme. Így néz ki. Mi konkrétan ugye abból az irányból jöttünk. Közvetlenül egy kutya ugat mögöttem, de nem baj. Na, szóval mi abból az irányból jöttünk, arrafelé van Balatonfüred, de a továbbiabban nem arrafelé fogunk haladni, hanem a másik irányba. És akkor vissza is fordulok a helyes irányra, és folytatom tovább a sétámat ezen a bizonyos sárga sáv túraútvonalon, itt Balatonfüred környékén. És akkor szépen haladunk is tovább arrafelé, mert arrafelé folytatódik ez a sárga sáv túraútvonal. Tartsatok velem a továbbiabban is, köszönöm szépen. És akkor folytatom is tovább a sétámat ezen a bizonyos sárga sáv túraútvonalon, itt Balatonfüred környékén. És akkor itt szépen kijövünk egy gyönyörű szép tisztásra, ahogy látható ezen a felvételem. Mert tényleg egy nagyon szép tisztásra érkeztünk meg, lányok és fiúk. És akkor folytatom tovább a sétámat ezen a bizonyos sárga sáv túraútvonalon, mert a sárga sáv túraútvonal tulajdonképpen arrafelé folytatódik, tehát abba az irányba fogunk haladni a továbbiabban, mert arrafelé folytatódik ez a sárga sáv túraútvonal. Tehát nem is húzom az időt, hanem folytatom is tovább a sétámat. Közben ez a polon maszk belemegy a kamerának a látószögébe. Na, jányok és fiúk, és akkor mi majd a továbbiabban arrafelé fogunk haladni, hiszen arrafelé folytatódik a sárgasáv túraútvonal, konkrétan. És akkor kijöttünk ide egy gyönyörű szép tisztásra, mert tényleg szép ez a tisztás, ahova most kiérkeztem. Hát lassacskán meg is mutatom néktek, hogy hogy is néz ki ez a tisztás. Csak rátérünk a sárgasáv túraútvonalra, ami ugye errefelé halad a továbbiakban, tehát errefelé folytatódik.
És akkor meg is mutatom nektek, hogy hogy néz ki ez a szép kis tisztás, ahova én most jelenleg kiérkeztem. Úgyhogy jó, megmutatom nektek. Íme, így néz ki ez a szép kis tisztás, lányok és fiúk. Ezt nézzétek. Nagyon szép kis tisztás, ahogy látható ezen a felvételen. Íme. Így néz ki a közvetlen környezet, lányok és fiúk. Mi konkrétan abból az irányból jöttünk, tehát mi abból az irányból jöttünk, és így néz ki a közvetlen környezet. Íme, lányok és fiúk, tehát íme. Így néz ki a közvetlen környék. És akkor folytatom is tovább a sétámat ezen a bizonyos sárgasáv túraútvonalon, itt Balatonfüred környékén. És akkor mi a továbbiabban arra felé haladunk, mert arra felé folytatódik a sárgasáv túraútvonal. Tartsatok velem a továbbiabban is, köszönöm szépen! És akkor szépen haladunk is tovább ebben a sétával. Folytatom is tovább a sétámat ezen a bizonyos sárgasáv túraútvonalon, itt Balatonfüred közvetlen környékén konkrétan. És akkor haladunk is tovább ebben a sétával, ezúttal. Na, jányok és fiúk, és akkor haladjunk is tovább, konkrétan, ebből a kis sétával, amit én erre a mai napra találtam ki magamnak, erre a vasárnapi napra. És akkor haladunk, jányok és fiúk. És akkor szépen itt, hogy lassacskán majd elhagyjunk ezt a tisztást, és vissza bemegyünk a erdőbe. Konkrétan, hát ugye ismerem az útvonalat, mert ismerem, hiszen ahogy már mondottam az ezt megelőző videómban, meg már szerintem ebben a videóban is elmondtam, hogy nem először járok már itten, mert tényleg már nem először járok itten, legalább már vagy harmadjára, azt hiszem, ja, harmadjára járok ezen a sárgasáv túraútvonalon, itt Balatonfüred környékén. Csak ezen a mai napon újból bejárom, és újból végig videózom, csak ez a buta maszk, ez mindig belemegy a kamerának a látószögébe, konkrétan. Na, jányok és fiúk, és akkor szépen haladunk is tovább ezen a bizonyos sárgasáv túraútvonalon, itt Balatonfüred környékén, és akkor be is jöttünk újból a erdőbe tulajdonképpen. És akkor szépen haladunk is ezen a sárgasáv túraútvonalon, itt Balatonfüred környékén. Amúgy mindenkinek ajánlom én ezt a sárgasáv túraútvonalat, mert nem olyan nehéz túraútvonal, és egész nem is mondanám egyáltalán nehéznek, hiszen egy könnyű, laza sétával végig lehet ezen haladni, ezen a bizonyos sárgasáv túraútvonalon, itt Balatonfüred környékén. Így hát bárkinek szívesen ajánlom, hogy járja be, mert bárkinek szívesen ajánlom. Nem olyan nehéz a terep, tehát tényleg nem nehéz a terep. Egész jó járható mindvégig, és egész jó van jelölve is, mert tényleg baromi jó van jelölve, ami azt jelenti, hogy nagyjából olyan 50-60 méterenként, max 100 méterenként fő van festve a jelzés a fáknak a törzsére, amik itt a túraútvonal mentén vannak. Tehát elmondhatom azt, hogy egész jó ki van ez jelölve, ez a bizonyos sárgasáv túraútvonal itt Balatonfüred környékén. És bárkinek szívesen ajánlom, hogy járja végig, ne csak így a videón keresztül, mert azért a videóval nem tudom átadni azt, amit itt lehet érezni konkrétan, mert ez csak egy felvétel. Na de, lányok és fiúk, és akkor szépen haladunk is tovább ezen a bizonyos sárgasáv túraútvonalon, itt Balatonfüred környékén. És akkor szépen haladunk tovább itt az erdőben. A környezet, ahogy láthassátok, tipikus erdei út. Konkrétan, és tényleg egész jó járható. Na, jányok és fiúk, mi majd a továbbiabban arra felé fogunk haladni, konkrétan, és most megmutatom nektek a sárgasáv túraútvonalnak a
teljesen egyértelmű jelzését, tehát mi a továbbiakban majd arra felé fogunk haladni, de most megmutatom néktek, hisz itt van, fő van pingálva ennek a fenyőfának a törzsére. Íme itt látható a sárga sáv túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése. Mi a továbbiakban is természetesen ezen a sárga sáv túraútvonalon fogunk haladni. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És akkor haladok is tovább ezen a bizonyos sárga sáv túraútvonalon, aminek a teljesen egyértelmű jelzése itt látható. És akkor szépen haladunk is tovább ezen a sárga sávon méghozzá. Mi a továbbiakban arra felé haladunk, mert arra felé folytatódik ez a bizonyos sárga sáv túraútvonal. Na, hiányok és fiúk, és akkor szépen haladunk is tovább ezen a bizonyos sárga sáv túraútvonalon, itt Balatonfüred környékén. És akkor szépen haladunk tovább ezen az erdei úton, amit láthassátok, tényleg erdei út. Itt most van egy kis emelkedő, de nem vészes. Tehát nem vészes ez az emelkedő, ami itt van, mert tényleg nem vészes. Mert vannak ennél vészesebb emelkedők is itt a Balatonfüred környékén. Ez nem annyira vészes. Na, hiányok és fiúk, és akkor szépen folytatom is tovább a sétámat ezen a bizonyos sárga sáv túraútvonalon, itt Balatonfüred környékén. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! Na, hiányok és fiúk, és akkor haladunk szépen előrefelé. Hát itt lassacskán már csak gyalogút lesz belőle, ahogy így haladunk előrefelé ezen a bizonyos sárga sáv túraútvonalon. Hát tényleg lassacskán már csak egy gyalogút lesz. Sőt, lassacskán azt hiszem, itt lesz is egy elágazás, amelyre majd le kell kanyarodnom. A emlékeim, ha nem csalnak, és általában nem szoktak csalni. Na, jányok és fiúk, azért el kell mondani azt, hogy baromi jó idő van, mert tényleg csodálatosan szép idő van, kimondottan túrázós idő van, tehát baromi jó idő van, úgyhogy jó időt fogtam most ki erre a túrázásra, mert tényleg nagyszerű idő van, ahogy láthassátok ezen a felvételen. Hát konkrétan ragyogó napsütés van. Na, jányok és fiúk, és azt hiszem itt kell majd jobbra mennem, ha az emlékeim nem csalnak, és általában az emlékezetem az jó szokott lenni, a memóriám. Igen, jó emlékszem. Igen, itt kell jobbra menni, tehát arra felé fogunk haladni a továbbiakban, mert arra felé folytatódik ez a bizonyos sárga sáv túraútvonal. Úgyhogy megmutatom nektek a közvetlen környéket, hogy is néz ki. Hát íme, így néz ki a közvetlen környék. Mi a továbbiakban arra felé haladunk, tehát arra felé folytatom a sétámat. Na, jányok és fiúk, és akkor itt elágazunk, ahogy mondottam, de még mielőtt folytatnám ezt a videót, illetve a sétát, megmutatom nektek a közvetlen környezetet, hogy hogy is néz ki. Hát íme, így néz ki a közvetlen környezet. Mi konkrétan abból az irányból jöttünk, tehát mi konkrétan abból az irányból jöttünk, arra felé van Balatonfüred, mi onnan érkeztünk, és akkor folytatom is tovább a sétámat. Csak fordulok vissza a helyes irányra. Na, jányok és fiúk, és akkor folytatom is tovább a sétámat ezen a bizonyos sárga sáv túraútvonalon. A továbbiakban nem arra felé fogunk haladni, hanem arra felé haladunk a továbbiakban. Tartsatok velem! Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, én már folytatom is tovább a sétámat ezen a bizonyos sárga sáv túraútvonalon, aminek a teljesen egyértelmű jelzését meg is tudom nektek mutatni, hiszen itt van főpingálva ennek a fenyőfának a törzsére. Mi majd arrafelé haladunk, és akkor íme itt van a sárga sáv túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése. Mi a továbbiakban is ezen a sárga sáv túraútvonalon fogunk haladni,
de ez majd egy következő videónak a témája lesz, mivel ezt a videót én itt és most lezárom, és egyelőre megköszönöm a figyelmeteket, hogy velem voltatok ebben az újabb sétálós videóban. És akkor mi majd a továbbiabban ezen a sárga sáv túraútvonalon fogunk haladni egy következő videóban. Nos, lányok és fiúk, mi majd akkor, hogy mondhatom, a továbbiabban arra felé fogunk haladni, mivel ezt a videót én itt és most lezárom, és egyelőre megköszönöm a figyelmeteket, hogy velem voltatok ebben az újabb sétálós videóban. Ne feledjétek, hamarosan folytatom a sétát arra felé, és akkor megmutatom nektek a közvetlen környezetet. Íme, ott van a sárga sáv túraútvonalnak a teljesen egyértelmű jelzése. És akkor íme, így néz ki a közvetlen környezet, lányok és fiúk. Íme, így néz ki. Mi onnan jöttünk, tehát abból az irányból jöttünk, arrafelé van Balatonfüred, de a továbbiabban nem arrafelé fogunk haladni. És akkor részemről egyelőre jöjjön hát a elköszönés. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, ez egy újabb sétálós videó volt, tőlem Fricitől, ahogy már megszokhattátok. Ha tetszett a videó, díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett a videó, egy lájkot rá, ha nem tetszett, nyomjatok rá nyugodtan egy diszlájkot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hamarosan folytatom ezt a sétát egy következő videóban. Addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel Frici, Balatonfüred környékéről, a Sárga Sáv túraútvonalról. Sziasztok!